Az utcáról is jól látszik, folyik a munka a Nyíregyházi Arany Gimnázium és Általános Iskola udvarán. A vége felé jár a kézilabda pálya felújítása, ami néhány napon belül el is készül, lényegében már csak a műanyag borítást kell lerakni. A Magyar Kézilabda Szövetség országos tornaterem felújítási programja keretében megvalósuló beruházással jelentősen javulnak az intézményben a sportolási feltételek. Ez már a 21. század, annak a megfelelő sport létesítménye lesz, tehát ez teljesen más lesz már, mint a régi bitumenes pályánk volt, ez egy modern műanyag borítást kap oldalt, palánkkal, hálóval lesz levédve, tehát azt gondolom, hogy nagyon nagy örömmel fognak idejönni a gyerekek a kéziladdások, és nem csak a kéziladdások, hanem testnevelés során minden gyereknek lehetősége lesz majd használni és kipróbálni ezt az új pályát. Ez pedig már az iskola 1975-ben átadott úszodája. A Nyíregyházi úszás oktatás egyik komoly bázisának medence terét tavaly őszre újították fel. A közlekedő részek öltözők azonban akkor kimaradtak. Most ezeket teszik rendbe egy másik 70 millió forintos projektnek köszönhetően. A számos sikeres sportolót kinevelő intézményben a közelmúltban is több fejlesztés valósult meg. Az arany, mivel egy sportiskolánk, ezért az udvaron jó néhány egyéb sportcélú beruházást is folytattunk. Ugye a labdarúgó szövetség támogatásával egy műfűves focipálya készült vagy épült, jelenleg kivitelezés alatt van egy kézilabdapálya, úgyhogy el lehet mondani, hogy az arany, amellett hogy korábban még energetikai felújítás is történt, az aranyiskola, ami a sportolást is illeti, kifejezetten egy modern európai iskolának számít most már a jelenleg folyó beruházások miatt. Mint az intézmény vezetőjétől megtudtuk, májusban még szeretnék használni az uszodát. Terveik szerint csak ez után el a felújítás. A várhatóan három hónapos munkát követően ösztal azonban már más iskolák óvodák gyerekeit is fogadnák a sport létesítményben.